Javarésze azért 50% alatt, 50% vagy az alatti terheltséget mutat. A rendszer pillanatnyi terheltségét mutatja a Tar János ügyvezető igazgató. Kiugróan magas az internet használat mértéke, de még így sem éri el a teljes rendszer 50%-os terheltségét a Tar Kft-nél. A napi teljes adatforgalom átlagosan mintegy 30%-kal nőtt országos szinten a koronavírus járvány óta. Felkészítették hálózataikat a megnövekedett forgalomra, és folyamatosan vizsgálják, hogy szükséges-e kapacitásnövelés, mondta Ferkert Zoltán hálózatfelügyelő. Hálózati tartalékkal azonban jelen helyzetben is rendelkeznek. Az internet hálózatunk forgalma jelentős mértékben megnőtt, de még így is tudtunk a rendszereinkben annyi tartalékot képezni, hogy az előfizetőink hál' Istennek ebből nem éreztek meg semmit, nem vettek észre semmit. A bejelentések száma nem nőtt meg, illetve az esti jellemzően csúcsidőszaknak számító időszakban, amikor mindenki otthon van és mindenki használja az internetet, akkor sem érkezett hozzánk egyetlen olyan bejelentés sem, ami lassulásra engedett volna következtetni. Országosan megháromszorozódott a sávszélesség bővítés iránti érdeklődés egy átlagos hónaphoz képest. A Szexári cég kódolatlan csatornákkal segíti az otthon töltött idő értékesebbé tételét előfizetői számára. A vállalat azon munkatársainak, akik jelen helyzetben meghatározatlan ideig otthonról dolgoznak, laptopot adtak, ezzel is megkönnyítve az otthonról végzett tevékenységet. Továbbá azon kollégáikra is figyelnek, akik munkájuk során nem tudják elkerülni a személyes kontaktust. A frontban, aki van, tehát aki kint van az ügyfélszolgálatokon, illetve hát aki a műszerészek, akik járnak kijavítani, őnekik továbbra is helyt kell állni, őnekik pedig teljes védőfelszerelést biztosítottunk, tehát arcmaszkot, kesztyűt, fertőtlenítőszert egyénileg mindenkinek, mindegyikből többet is, és így be tudunk jutni az ügyfelekhez. Persze ezt nagyon óvatosan tesszük, csak előre leegyeztetett módon. A hiba elhárítás megelőzően pedig megkérik az ügyfelet, hogy otthonát szellőztesse ki, és ha teheti, ő is viseljen védőfelszerelést, ezzel is minimalizálva a koronavírus terjedésének lehetőségét. A beruházások felét leállították, és az üzemeltetésre koncentrálnak. Céljuk ezzel is az igények minél teljesebb körű kiszolgálása.